Minden a tervek szerint alakult a topolyai KKT alakuló ülésén, egészen a negyedik napi rendi pont utáni szünetig. A képviselők először meghallgatták a községi választási bizottság, illetve a mandátumvizsgáló bizottság jelentését, majd a megjelentek letették a képviselői esküt. A 41 képviselőből 40-en voltunk jelen, később 31-re csökkentünk le, letették az esküt. Az eskü utáni szünetről azonban a képviselők nagy része nem tért vissza a terembe. A legidősebb tanácsnok Kádár József elnökölt az alakuló ülésen. Őt teljesen váratlanul érték a történtek. Nem tudom konkrétan megmondani, és már az igazság, hogy nem informáltak róla, de biztos szerintem valamilyen megegyezés, tehát ilyen technikai dolgok állnak a háttérbe. A félbeszakadt alakuló ülést június 21-én folytatják majd Topolyán.